Itt van a hazai csapat, ami módosítás. Játszik ezen a mérkőzésen már Christopher Bodó. A kapuban pedig ezúttal nem Rasmus Rinne, hanem Demeter Arnold véd. Egy rendkívül fiatal, lendületes ágyúsok ellen, ahol bizony nagyok a tervek a hosszú távú jövőre nézve. Matthias Haranenhez kerül a korong az első bedobás után. Szári megint. Érdekesen értek hozzá ott középen. Ezzel még nem jártak túl László eszén. Szári. Ismét őt keresték a passzal, ez átjutott. Újabb lövés, és megvan a vezetőgól. Brenz Orbán találatával. Egyel megy a Gyergyó. Szári némi szerencsével kerül oda Bodó elé. Orbán beleüt, és a kipattanót lövi föl. A vendégcsapat nem jött ki a gyergyói harmadból. Megint Jés. Jól lőtt el, és bepattan. Kiegyenlítenek a vendégek. Perc maradt volna még egyébként a gyergyói ember hátrányból. Jés arra szólt közelebb. Elvállalta, kipattant, és ez a felpattanó korong nagyon becsapta Demetert. Kérné Orbán, nem ő kapja, Bodó a korongútja, ez elmegy keresztbe, a másik oldalon viszont nem jön ki. Orbán lövi vissza, császár. Szép passz, gól! Jaj, de szépen vette észre az érkező Vince Péterd. Császár kapja majd ezt az Orbán paszt. És ott érkezik nagyon jó ütemben Vince. Ezúttal nem volt szerencséje a hazai csapatnak, és kontrázhatnak most ebből az ágyúsok akár. Ilyés. Ott hagyja. Lövés, gól! Hát ennél nagyobb helyzete volt a vendégcsapatnak. Ilyés hagyta ott. Itt van Gecse. Van viszont Csiszernek. Ő sem volt könnyebb helyzetben, ő viszont elvállalta. Imre. Újabb lövés, és Gyergyói gól. Sándor Székely Ottó találja be a Gyergyó harmadik találatát. Kozma volt a korongútja, Imre. A kipattanót pedig Sándor Székely lövi. Szigeti. Méri a távolságot. Szigeti. Gól! Hogy bevarta Szigeti Ákos? Itt kapja Szigeti. Befelé húz a koronggal. És bom. Na, talán még egy támadás. 15 másodperc. Fejes. Jalonen. 7 másodperc. Lehet, hogy el kellene lőni. Főleg aztán most gól! 3 másodperccel a vége előtt a Gyergyó megszerzi az ötödiket. Azaz nem ő, hanem Fejes Nándor. Orbán. Érdekes passz volt. Valószínűleg így is akarta Brenz Orbán. Nem lesz kiállítás. Orbán! Vissza! És gól! Christopher Bodó. Pajor. Pajor továbbra is próbálja megcsinálni magának a lövő helyzetet. Pajor lövi vissza, Demeter gól! 6-3. 20 befelé Pajor, aztán úgy tűnt, hogy nem tud lövő helyzethez jutni, de végül bekerül. Szári, Fejes, lábra kapta ezt az átadást, Csiszer. Ez pedig most oda kerül, de nem sikerül lőni. Gól! 6-4. 10 gól láttunk eddig. És még mindig van. Imre nem tudta elkotorni, és ez a visszatett korong Mártonnak. László Arnold egyértelműen a legjobb a vendégeknél. Hatalmas védéseket mutatott be. Teljesen megérdemelt a díj. Szigeti kapja Gyergyói oldalról.
az MVP díjat. László Zoltán adja át a díjat, a Gyergyói HK alelnöke. Onódi Otto, a Gyilkostó Kupa legjobb kapusa a Galaci csapattól. Berecki Szilárdtól kapja meg ezt a díjat. Onódi. A Torna legjobb csatárának díját Sándor Székely Otto vehet. A Torna legjobb csatára Sándor Székely Otto. A legjobb hátvéd Bolsakova háromszékiektől. A Gyilkostó Kupa harmadik helyét a vendégek kapják, a mai vendégek. Amint mondtam, le a kalappal az előtt a projekt előtt, ami háromszéken zajlik, és tényleg bízunk benne, hogy belátható időn belül magasabb szinten, magasabb bajnokságban, az Erste Ligában játszhatnak kék-narancsmezesek. A második helyezett a Galac együttese, Benedek Roland vette át a díjat. A Gyergyói HK pedig két győzelmével átveheti az elsőnek járó díjat. És nem maradtak el az izgalmak sem.